Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves közönség, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a 39. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében itt a Katona József Könyvtárban. Az én szerepem az összekötő szerep lesz. Két szempontból vagyok összekötő. Egyrészt összekötöm a két művészt. Mind a ketten személyes kapcsolatban állnak velem régóta. Nemes Dóra zongora tanárom volt középiskolás koromban, és azóta is szakmai és baráti kapcsolatban vagyunk, talán mondhatom. Kállai Erzsébet pedig együtt kezdte velem az egyetemet Szegeden énekzene szakon, aztán én tanári mesterszakot végeztem, ő pedig énekművész lett, és tavaly szeptemberben Kecskemétre költözött, és elkezdett itt dolgozni a könyvtárban, mint zenei könyvtáros. Így áll össze ez a mai koncert, így jöhetett létre, és összekötő szerepem lesz abban is, hogy megpróbálom Önökhöz egy kicsit közelebb hozni a zeneszerzőket és a műveket, amikről szó lesz. Szeretném, hogyha nem zenetörténeti előadás lenne zenei betétekkel, hanem koncert zenetörténeti betétekkel. Ez nem fog sikerülni, ezért előre elnézést kérek, mert nagyon sok érdekes információt gyűjtöttem össze, készülve erre a mai programra, mind a szerzőkről, mind a művekről. Ha esetleg már nagyon unni kezdik azt, amit mondok, akkor nyugodtan ásítozzanak, vagy fészkelődjenek, abból tudni fogom, hogy át kell adnom a terepet az énekművésznek. Az első mű, amit hallani fogunk, a Kun mi atyánk lesz, a cappella énekprodukció. A kunok a 13. században jöttek Magyarországra, a mongolok elől menekültek, és a Balkán, egyik részük a Balkán felé vette az irányt, a másik részük idejött Magyarországra, és negyedik Bélától kértek bebocsátást, aki két feltételt szabott. Egyrészt azt, hogy telepedjenek le, másrészt térjenek keresztény hitre. Na hát ez nem ment zökkenőmentesen, de nagy sokára aztán sikeredett, és olyan jó katonák voltak, hogy a katonáskodásért cserébe kiváltságokat kaptak, így aztán viszonylagos szabadságban, autonómiában élhettek 1876-ban. Az, hogy a kun identitás a mai napig fennmaradt, az annak köszönhető, hogy az iskolában tanították a kun történelmet, és az, hogy ez a kun mi atyánk fennmaradhatott, az pedig annak köszönhető, hogy a templomban nagy ünnepeken ez elhangzott. Ez a keresztény mi atyánknak a kun nyelvű fordítása. Két forrásban maradt fent, a debreceni kollégiumban őrzik, illetve a kunszentmiklósi levéltárban. Érdekességként elmondom, egy rádióadást visszahallgatva tudtam meg, hogy a debrecen szó a kun tepreszin éjjel mozogjon szóból ered, és ha már település nevek, a szank kifejezés az pedig madárpiszkot jelent. Most egy emelkedettebb téma következik. A Kun mi atyánkot hallják Kállai Erzsébet előadásában. Fogadják szeretettel.
zeneszerzőkről beszélünk, akkor leginkább az embereket mindig a szerelem érdekli, a bulvár. Nem véletlen, hogy Bősze Ádám első könyve Nagy zenészek, nagy szerelmek címmel jelent meg. És az sem véletlen, hogy Handel nem kapott helyet ebben a könyvben, ugyanis a szerelmi élete meglehetősen unalmas, nem is házasodott meg. A Grove monográfia összesen 3 helyen említ nőt Handel életében. Az első eset az, hogy Johann Mattenssonnal, barátjával Lübeckbe mentek, Buxtehudéhoz, hogy a nyugdíjba készülő komponista utódja lehessen valamelyikük. Minden rendben is volt egészen addig, amíg meg nem tudták Buxtehude feltételét, miszerint el kellett volna venni a lányát valamelyiküknek. Ezt egyikük sem vállalta, úgyhogy ebből nem lett semmi. A második eset, ahol említi, az az, hogy Itáliában az első operájának a bemutatásakor, ezt Rodrigo címmel játszották, a fizetsége 100 zekkino volt, emellett egy étkészletet kapott a nagyhercegtől, valamint a primadonna, a nagyherceg szeretője kegyeit, akivel Velencében is találkozott. A harmadik eset pedig egy harmadik Györgynek tulajdonított mondás, miszerint Handel csak a szeretett asszony tanácsát nem vetette meg, de szerelmei rövid lejáratúak voltak, és mindig szakmája határain belül maradtak. Handel az utolsó 6 évében vak volt, hasonlóan Bachhoz, ugyanaz az orvos kezelte egyébként őket, sokat zabált és káromkodott. Van egy karikatúra, amit egyik barátja, Joseph Guppy készített róla, ahol disznóként ábrázolja Handelt, ahogy egy hordon ül, és úgy játszik az orgonán. Indulatos, goromba, ellentmondás nem tűrő ember volt. Azt írják a zenekari próbáiról egy bizonyos Charles Burney. Ilyenkor nyers és határozott fegyelmezőnek mutatkozott, de utasításait humorral és szellemesen tálalta. És még ha szidott és rámutatott a hibákra, azt is sajátosan tette, és rendkívül szórakoztatóan mindenki számára. Kivéve azokat, akiket ostorozott, természetesen. Aztán említeni kell Handel esetén egy bizonyos Francesca Cuzzoni nevét, aki a kor ünnepelt primadonnája volt. Handel, mint a Royal Academy igazgatója Londonban, szerződtette ezt a hölgyet évi 2000 fontért. Bele is ment, megállapodtak, de nem jelent meg, amikor kellett volna. És Handel a csembalistáját érteküldte, aki el is indult vele Londonban, de időközben szerelembe estek, megházasodtak. Ezzel semmi gond nincs. Ez a Cuzzoni egy alacsony, zömök hölgy volt, csúnya színészi képességei nem voltak jók, de hát énekelni meg tudott. És megesett az a történet, hogy az egyik ária eléneklését Cuzzoni megtagadta. Mire Handel azt mondta, hogy én tudom, hogy maga egy valóságos ördög, de én meg Belzebub vagyok, az ördögök feje, és megfenyegette, hogy kidobja az ablakon, ha nem énekli el az áriát. Elénekelte, és tulajdonképpen ez az ária hozta meg neki Londonban az igazi sikert. Aztán, hogy hogyan komponált Handel? Nagyon gyorsan. Azt talán sokan tudjuk, hogy a Messiást 3 hét alatt komponálta. Ez rendkívül rövid idő, és ez annak volt köszönhető, hogy gyorsan tudott komponálni, hogy ebben a korban nagyon sokszor más zeneszerzőktől, vagy saját maguktól korábbi tételeket vettek át. Vagy zenei idézetet, vagy akár komplett tételt. Például az Ombra Mai Fu című áriát biztos ismerik. Ombra Mai Fu Divecetabile. Ez például Giovanni Bononcini Azonos című operájából, a Xerxes operából való tétel. Aztán a Rinaldo című operát 14 nap alatt komponálta Handel. Ebben a híres Csordula könnye Mária, azt már nem éneklem el, megkímélem önöket. 1705-ben az Almira című operában zenekari tételként szerepel egy szaraband. 1707-ben az Idő és a kiózanodás diadala című oratóriumban, Handel legelső oratóriumában a gyönyör áriája, Lascia la spina.
1737-ben pedig a Rinaldóban Almirén áriája Lasciacchio Pianga. Amiből most fogunk hallani tételt, az Agrippina operából, 40 tétel korábbi. És mindössze 5 ária született ehhez az operához. Az Agrippinát 24 évesen írta, itáliai utazásainak az utolsó művei között szerepel. 1709. december 26-án mutatták be a San Giovanni Grisostomo színházban. A librettót Vincenzo Grimani bíboros írta, aki a színház tulajdonosa volt. És tulajdonképpen arról szól az opera, hogy Claudius hadvezérét Ottót jelöli ki utódjának, mivel hogy megmenti az életét. Agrippina viszont azt szeretné, ha a fia Nero lenne a trónörökös. Így Agrippina kihasználja azt, hogy mind a két férfi, Claudius és Otto is szerelmes Poppeába, és gyakorlatilag a trónról lemond Otto Poppea kedvéért, és így Nero előtt megnyílik a lehetőség. Az opera bemutatója hatalmas siker volt, erről John Mainwaring a következőket írja, ő Handel életrajzírója volt. A közönséget olyannyira elbűvölte az előadás, hogyha egy idegen látja, micsoda felindulást kelt az emberekben a darab, azt hihette volna, mindannyian megzavarodtak. A színház szinte minden adandó szünetben csak úgy visszhangzott a Viva il Carro Sassone, éjjel szeretett szászunk felkiáltásoktól, és az elismerés egyéb kifejezéseitől, amelyek túlságosan extravagánsak ahhoz, hogy felsoroljuk őket. Milyen kár, hogy nem sorolta fel. Mindenkit lenyűgözött Handel stílusának pompája és fenségessége, hiszen mindaddig még sosem hallották, hogy a harmónia és a moduláció minden erejét ekkora töménységben fel lehet vonultatni és ilyen hathatósan kombinálni. Amit hallunk, Agrippina áriája az első felvonásból, a formája Dal Segno, ami hasonló a Da Capo áriához, egy visszatéréses forma ABA szerkezet, csak nem a legelejére ugrik az énekes, hanem egy bizonyos jel van a kottába, és onnantól kell ismételni. A szövegét még megosztom önökkel, és utána már nem rabolom az időt tovább. A recitatívó a következő. Mennyit tesz, mennyi szükség van a sorsra, magamra és magamra. Semmi nem elhanyagolható, álljunk neki munkára. Dicséret annak, aki csalással uralkodik. Majd jön az ária. Lelkem a viharok közepette reméli, hogy újra megtalálja kikötőjét. A mellkasom kitartással van felfegyverkezve, mint egy édes királyságé. A legfájdalmasabb viharok vigasztalást nyújtanak. Alombra, alombra, gloria, chimera.
Talán a zeneszerzők közül Wolfgang Amadeus Mozartról tudunk legtöbbet, de talán azt nem tudják, hogy ő maga az Amadeus kifejezést a nevében nem nagyon használta, mindösszesen olyan 5 alkalom van a levelezéseiben, ahol megtaláljuk, ő magát Amadéként írta. És azt is tudjuk jól, hogy csoda gyerek volt, az első művei 5 éves korából maradtak fent, pontosabban Leopold kézírásában maradtak fenn, úgyhogy nem egészen pontosan tudjuk, hogy ebből mennyi az, ami Wolfgang munkája, és mennyi Leopoldé. De az biztos, hogy 6 éves korában már az apja vitte őket, a gyerekeket Münchenbe a választófejedelem elé, és a gróf monográfia azt írja, a maga korának más családfőihez hasonlóan Leopold Mozart sem látott semmi kivetnivalót abban, hogy fiának Isten áldott a zenei tehetségét közszemlére bocsássa, sőt kizsákmányolja. Wolfgang felnőtt módon tudott játszani, különböző stílusokban improvizált, lapról játszott, letakart billentyűzetten, basszust szerkesztette egy megadott témához. Tehát gyakorlatilag mindent csinált, és versenyeztették is, tehát próbálták felmérni és húzni a határokat, hogy mi az, amit meg tud csinálni. 1770-ben, 14 éves korában a Sixtusi kápolnában jártak, és ott hallották Gregorio Allegri Mizeréréjét, ami egy viszonylag egyszerű homofon szerkesztésű mű, 4-5 szólamú tételekkel, az árótétel mondjuk 9 szólamú, és ezt egy hallás után lejegyezte. Egyes zenetörténészek szerint láthatta korábban a Kottát, de azt gondolom, hogy egy 14 éves embert egy felnőttől is, ezért ez egy nagy dolog. Aztán fönnmaradt egy levél arról is, amikor Leopold beszámol feleségének arról, hogy Mária Teréziánál járt a család. A felségek oly rendkívül kegyesen fogadtak minket, hogyha majd elbeszélem, mesének fogják tartani. Elég az hozzá, Wóferla császárnő ölébe ugrott, átölelte és derekasan megcsókolta. Röviden 3 órától 6-ig voltunk náluk, s a császár maga jött ki értem a másik szobából, hogy behívjon meghallgatni az infánsnő hegedű játékát. 15-én a császárnő 2 ruhát küldött a titkos kincstárnokkal, aki díszben hajtott házunk elé. Egyet a fiúnak, s egyet a lánynak. Amint rendelet jön, meg kell jelenniük az udvarnál, s a kincstárnok fog értük jönni. Itt 2 képet hoztam, az elsőn látható Leopold Mozart a gyerekekkel, majd pedig a 2 gyerkőcöt abban a szedben, amit kaptak Mária Teréziától. Amiből most áriát fogunk hallgatni, az az Exultate Jubilate. Köhel jegyzék száma 165, ugye tudjuk, hogy a Requiem az utolsó műve, a 626-os, itt egy korai műről van szó, 17 éves volt Mozart, mikor komponálta. Milánóban mutatták be 1773-ban, egy bizonyos Venanzio Rauzzini számára komponálta, aki a kor híres kasztrált énekese volt. Leopold egy levélben azt írja, hogy mint egy angyal úgy énekelte ezt a művet, és egy másik levélben is említi ezt a kasztrált énekest, méghozzá azt mondja, hogy a Lucio Silla bemutatója előtt ez az énekes egy kasztrált csínyt követett el, ugyanis elterjesztette az udvarban, hogy annyira izgul, hogy nem fog tudni énekelni. Hát ez úgy sikerült, hogy gyakorlatilag az udvar és a hercegnő állandóan tapsolt, amikor megjelent a színpadon, úgyhogy hatalmas sikert aratott Rauzzini, úgyhogy elérte a célját, azt gondolom. Mozart a kéziraton azt írta, hogy motetto. Ebben a korban, a 18. századi olasz zeneirodalomban a motetta és a kantáta műfaj meghatározása az keveredik eléggé. Mind a két műfaj többtételes énekes műveket jelöl, de a motetta az mindig egyházi szövegű, míg a kantáta az világi, de azt is hozzá kell tennem, hogy ez a mű nem követi a korabeli templomi muzsikának a stílusát, hanem valójában a korabeli operák stílusában íródott. Most tehát, ami következik, az az Exultate Jubilate második tétele, a recitatívó szövegét mondom, Bújdosó Ádám nyers fordítása egyébként.
Ragyog a barátságos mai nap, már elmenekültek a felhők és a viharok is. Váratlan nyugalom támadt az igazaknak. Mindenütt a sötét éj uralkodott. Keljetek fel örvendezve, akik eddig féltetek, és boldogan nyújtsatok, telt jobbal, lombkoszorúkat és liliomokat a szerencsés hajnalnak. Majd jön az ária. Te szüzek koronája, te adj békét nekünk, te enyhítsd a szenvedélyeket, ahonnan sóvárog a szív. Thank you.
Webert úgy ismerjük, mint a német romantikus opera megteremtőjét, és hát viszonylag sokat utazott, és sokat vándorolt egyik városból a másikba, ennek az okait mindjárt meg fogjuk tudni. Boroszlóba került 18 évesen opera karmesternek, és hát mint ilyen, mint egy nyikhaj tojáshéja fenekén, de mindent meg akart reformálni, és mindent meg akart újítani. Hát ez nem aratott osztatlan sikert a zenészek körében. Az egyik ilyen újítása volt például az, hogy bevezette a mai gyakorlatnak megfelelő próba folyamatot, miszerint külön próbált, először a énekesekkel, aztán a kórussal, aztán a zenekarnak az egyes részeivel, aztán összetette a zenekart, és mikor már mindenki tudta a dolgát, akkor próbált együtt, és gyakorlatilag egy 2-3 összpróbával készen lett, színpadképes lett az előadás. Ez volt az egyik újítása. Aztán megreformálta a zenekar ülésrendjét. Korábban zárt csoportokban voltak vonósok, fafúvósok, részfúvósok. Itt ő szépen szétültette, és nagyjából elindul a mai ülésrend, az, hogy külön vannak az első hegedűsöktől a másodhegedűsök, akkor az első hegedűsökhöz csatlakoznak a magas fafúvósok, stb. Tehát ez így elindul. Aztán ez az a kor, amikor a karmester kiválik a zenekarból, és karmester pálcát ragad. Nem Weber volt az első, de az elsők között volt. És a negyedik újítása az, hogy koncertismertetőket jelentetett meg előtte a lapokban, hogy felkészítse a közönséget a következő műre. Nem szerették a zenészek azt sem, hogy beleszólt a rendezésbe, nem annyira díjaztak, és hát kifogásolták túlzó szigorát is. Történt azonban egy baleset. A 18-19 éves Weber véletlenül a boros üvegek között apja rézmetszéshez használt salétrom savas üvegét úszta meg, és nagyon komoly savmarás szenvedett, a nyelvét, a száját és a nyelőcsövét érte a marás, és hosszú ideig nem tudott beszélni utána, ének hangja pedig egész életére utána fátyolossá vált. Na most ezt a
az időszakot, a lappangási időszakot a zenészek kihasználták, meghúzták a darabot, ez azt jelenti, hogy kihúztak belőle részeket, stb. És elbocsátottak a zenészek közül is, például a legjobb hegedűsét elküldték, meg ilyesmi. Tehát gyakorlatilag ellehetetlenítették Weber számára a munkát Boroszlóba, tovább kellett állnia. Aztán egyébként itt volt egy szerelmi viszonya is egy Diesel nevű énekesnővel, aki mindenféle ajándékokat zsarolt ki tőle, ezzel adósságba keverte Webert. Aztán a következő állomás Stuttgart, ahol Lajos hercegnek volt a titkára, és Lajos herceg kényes ügyeit kellett elrendeznie Webernek. Azonban volt itt egy szituáció, miszerint egyszer egy komolyabb összeget, 800 tallért kellett volna elvitnie egy herceghez. Na most Webernek nem volt erre ideje, éppen elfoglalt volt más okból kifolyólag, apjára bízta ezt. Apja viszont nem juttatta célba, hanem saját adósságait rendezte az összegből. Így aztán Weber 16 napra börtönbe került, majd az adósok börtönébe, és száműzték az országból. Elég kellemetlen. Később Prágában lett főzeneigazgató, és itt olyan nagynevű hegedűs sikerült szerződtetnie, mint Franz Clement, akinek Beethoven a hegedű versenyét írta. Akit viszont először szerződtetett, az nem más volt, mint Caroline Brandt énekesnő. Hogy miért mondom ezt el? Hát nagyjából lehet sejteni, hogy miért említem ezt így külön. Ez egyik próbán ez a Caroline elesett. Lábsérülést szenvedett és táppénzre ment gyakorlatilag. Na most Weber minden muzsikusára nagyon odafigyelt, és bármelyik muzsikust érte volna hasonló baleset, minden elment volna hozzá meglátogatni. De őt is elment meglátogatni a szülői házba, és hát szerelem alakult ki közöttük, és megkérte a kezét. Egyetlen feltételt viszont szabott, méghozzá azt, hogy hagyja ott a színpadot, és ne énekeljen többet. Na hát erre nem mond könnyen igent azért az ember, és volt is egy kis húzavona közte, volt egy kis féltékenység, de aztán belement. És Weber a következőt írja Liechtensteinnek. A nő rendeltetése teljes fényében háziasságában nyilatkozik meg. És sosem vártam volna, hogy az én Linám ilyen rövid idő alatt ennyire tevékeny, előrelátó és takarékos asszonnyá válik, aki a konyhai és piaci ügyeket kedvel és szeretettel képes intézni. Ez a belső nyugalom egészséget és jókedvet hozott nekem, amely az olykor adódó keserűséget jól és könnyen elviselhetővé teszi, és nem múlik el nap anélkül, hogy ne áldanám elhatározásomat, amellyel Linámat a színháztól elszakítottam. Hát akkoriban ez a gondolkodás természetes volt, de sajnos még ma is akadnak ilyenek, akik így gondolkodnak. A Bűvös vadász bemutatójára 1821. június 18-án került sor Berlinben, és olyan jeles személyek voltak ezen az alkalmon ott, mint Heine, Etta Hoffmann, Mendelssohn. Heine azt írta, minden házból a Bűvös vadász dallamait hallja, talán még a kutyák is ezt ugatják. Etta Hoffmann pedig azt mondta, hogy Mozart óta nem írtak jelentősebb német operát, mint Beethoven Fidéliója, vagy ez az opera. Néhány hónap alatt bejárta az egész világot, Európát, Dél-Amerikát, Észak-Amerikát, sőt Ausztráliába is eljutott, de itt-ott azért változtattak a művön. Bécsben politikai alapon a cenzúra működött, törölték a humanista remetét, a liberális Ottokár hercegből egy semleges figurát csináltak, Zamiel lényét megszelídítették, a varázsgolyókat pedig nyilvesszőkre cserélték, mert hát hová lenne a császári tekintély, ha a nép egy operából tanulná meg a gyilkos golyók öntését. Párizsban Robin de Bois, Robin Hood néven futott, és egészen átszabták, sőt 1841-42-ben felkérték Berlioz-t, hogy a prózai részekből készítsen recitatívot. Azért érezzük, hogy ez milyen drasztikus belenyúlás. Berlioz nem is akarta ezt elvállalni, de aztán engedett a kísértésnek, mert attól félt, hogy ne talán egy
egy no-name embert bíznak meg aztán vele, aztán még nagyobb kárt csinál. Londonba több népdalt illesztettek a műbe, illetve egy Weber dalt. A cselekmény az egy csehországi erdőben játszódik, egy lövészversenyen vagyunk. Max egyszer sem talál célba, ami azért ciki, mert másnap már tétje is van a dolognak. Ha másnap sem jár sikerrel, akkor nem lehet erdész, és nem kapja meg Kuno főerdész lányát, Agátát. Kaspár ad neki egy varázsgolyót, amivel rögtön eltalál egy sast. Ebben a pillanatban Agátánál a falon leesik egy kép, ami egy rossz jel. Agáta rossz jelnek veszi ezt. Kaspár varázsgolyó öntésre hívja a farkas szakadékhoz Maxot, és Kaspár szövetkezik az ördöggel, hogy a hetedik golyó majd Agátát találja el. Következő nap, Agáta menyasszonyi ruhát ölt, venné a menyasszonyi koszorút, de a koszorú helyén halotti koszorút talál. Második figyelmeztető jel, rettenetesen szomorú lesz Agáta, és ekkor vigasztalja unokahuga Annuska azzal a tétellel, amit mindjárt meghallgatunk, de még elmondom a történet folytatását. Max a hetedik golyót ellövi, és ebben a pillanatban egy remete jelenik meg, aki eltéríti a golyót, és nem Agátát találja el, hanem Kaspárt, és happy end nyilvánvalóan a történet vége. Elmondom, hogy mi a szövege annak, amit hallunk, előbb a recitatívot, majd az áriát. Egy álommal vigasztalja egyébként Annuska Agátát. Egyszer a megboldogult nagynéném álmodta, a szobaajtó kinyitódott, krétafehér volt az orras, közelebb, szörnyen közel lopakodott egy szörny. Olyan szemekkel, mint a tűz. A csikorgó lánccal közelített az ágyhoz, amiben ő aludt, úgy értem a nagynéni. A krétafehér orral és sóhajtozott, oly elhalóan, olyan mélyen nyöszörgött, keresztet vetett, megrémült, elmondott egy imát, s felkiáltott, Suzanne, Margaret! S fénnyel jöttek, s képzeld el, és ne ijeszd meg, s mégis megfélemlítesz, és a szellem Néró volt, a hatalmas kutya. Majd jön az ária. Haragszol rám? Mégis azt gondolod, hogy én nem érzek veled? Egy menyasszonyhoz nem illenek a könnyek. Szomorú szemek, drágaságom, nem illenek egy szende menyasszonyocskához. A tekinteten keresztül a menyasszony felüdít, boldogít, s összeköt, mindent elbűvöl maga körül. Ez a legszebb kötelessége. Hagyd, hogy ezeknél a kihalt falaknál a bűnbánó asszonyok gyászoljanak. Rád egy nagyon szép jövő vár. Már égnek a gyertyák, amik két hűs szívet összekötnek. Kedves barátnőm, ne félj! Thank you.
Tegnap volt egy hete, hogy Ókovács Szilveszter tartott itt előadást a könyvtárban. Nem tudom, hogy hányan voltak jelen azon az előadáson. Azért vagyunk egy páran. Próbáljuk meg összeszedni. Ugye ő Erkel Ferenc hét életéről beszélt. Mire emlékszünk, hogy mi volt az a hét szempont, amit ő kiemelt? Karmester. Karmester, így van. Aztán? Zeneszerző. Sakkozó, nagyon jó, így van. Aztán? Operaigazgató, igen, igen, az is. Család, kitűnő család, igen, aztán volt még kórusmozgalom szervezője, aztán ugye minél látjuk, zongoránál, kitűnő zongorista is volt, aztán nem is tudom, mi maradt ki. Én magam se tudom, hogy mi maradt ki. Zenepedagógus, zenepedagógus, de az is igaz, tehát az, hogy most milyen szempont szerint, de ő ezt a hetet emelte ki. Én most az utóbbi kettőről szeretnék majd részletesebben beszélni, a kitűnő családapáról, illetve a sakkozásról. Azt azért tudni kell róla, hogy egy alacsony, nem túl sovány ember volt, aki szenvedélyesen dohányzott, elsősorban pipázott, a szeszes italt sem vetette meg, de mértékkel fogyasztotta. Abszolút hallása volt, ami a próbákon nagy előnyt jelentett, a zenészeknek nem annyira. 1848-ban jelentkezett nemzetőrnek, de nem vették fel két okból kifolyólag, egyrészt nagy családjára való tekintettel, másrészt pedig, idézem, személyének, mint nemzeti értékre történő hivatkozással. Első zongora koncertjét Pesten 1834-ben 24 évesen adta a Nemzeti Kaszinóban, és ezen a koncerten jelen volt Széchenyi István is. Eznek majd lesz jelentősége később, de onnantól kezdve, tehát az 1830-as évek közepétől gyakorlatilag ő már Pesthez, illetve Budához kötődik, és rendszeres vendége lett a Wurm kávéháznak, ahol is megismerkedett Szén József levéltárossal, a kor legerősebb sakkjátékosával. Ókovács Szilveszter is megfogalmazta, hogy Erkel volt a második, és tényleg így van, mesteri szint sakkozó volt. Mikor Ábrányi egyszer megkérdezte tőle, hogy miért fecsérdi az időt a bábuk pakolgatására, akkor azt mondta, hogy ha sakkozom, legalább nem kell zenéről, hanem is mindig szellemes zenészekkel társalogni. Hát azért úgy visszaszólt szegénynek. Nem csak sakkjátékos volt Erkel, hanem a sakkélet szervezője is, a pesti sakkörnek a vezetésében részt vett. Előbb alelnök volt Széchenyi Ödön mellett, Széchenyi István kisebbik fiának az elnöklete mellett, de mikor Ödön 74-ben Konstantinápolyba ment, akkor Erkel lett az elnöke, és hát teljesült az álma Erkel Ferencnek, mert hogy gombamód szaporodtak vidéken is a sakkörök. Most egy kicsit hosszabb visszaemlékezést szeretnék felolvasni, mert szerintem tanulságos a mai korban is, a sakktól függetlenül is. Vidor Zsigmond visszaemlékezése. Ha nézte mások játékát, szerényen tett egy-egy megjegyzése, amellett, hogy ezek a még mindig nagymesterre vallottak, más tekintetben is érdekesek voltak. Teszem, ha az egyik fél messze menő remek kombinációja egy később felmerülő akadály miatt kivihetetlenné és vereséget okozóvá lett, Erkel legott vigasztalta a legyőzöttet azzal, hogy a szép eszme váltig ellensúlyozza a vereséget. Sose búsuljon, barátom, nem hiba a valóban szép eszmék elől ki nem térni, hanem hiba oldalt hagyni csak azért, mert talán mégis lehet valami, ami dugába döntheti a kivitelt, de amit mi nem látunk. Ez kis hitűség, békjóba verése a fantáziának és megölője a játszás varázsának. Erkel külső modora páratlan szép volt, csendben ülve sosem emelte fel kezét, csak amikor kellett, nehogy ellenfelét zavarja, mert ezt olybá vette, ki most vele együtt épít valami nagyot, szépet.
Örvendett, ha ez sikerült, még a saját veszteségének árán is. Elégedetlen volt, ha nem a maga erejének, hanem ellenfele nagyobb hibáinak köszönhette a győzelmet. Ha látta is a bábok egyedül tőle függő lecserélése mögött a biztos nyereséget, száraz végjátékot nem produkált rovására a szépnek. Mert nem a puszta nyerés vagy vesztés ténye, hanem a küzdés folyásának mikéntje döntött az ő szemében a fölött, kinek milyen a sakkszelleme. Igaz sakkszellemet, ahol látott, látni vélt jellemet is. És akkor egy kicsit erről a kitűnő családapa dologról, ezt egy picit árnyalnám azért. Ugyanis kezdjük ott, hogy Erkel Ferenc testvére, Erkel Nepomuki János jogi tanulmányai során az Adler családnál bérelt lakást Budán. Egyszer himlős lett János, és ekkor Adler Adél ápolta, és a beteg ágyon házasságot ígért Adélnak. De ahogy meggyógyult, ezt nem teljesítette. Na most Erkel Ferenc úgy érezte, hogy a család becsületén esett csorba, és hát valahogy ezt rendezni kell, úgyhogy sűrűn látogatta az Adler családot. Történt az, hogy ő is beleszeretett Adélba, és hát ő vette feleségül 29 éves korában Adler Adélt. 10 terhességből 11 gyermek született, egy ikerpár volt sajnos ott az egyik meghalt születéskor. Ferenc erőszakos zsarnok természetű volt a családban, ezért 21 év házasság után a felesége ott hagyta, és visszament Gyulára. Czeisel Endre, genetikus professzor, Zeneszerző gének csodák című könyvében az Erkel családot a zenei tehetség piramis modelljének az egyik példájaként említi, ugyanis Erkel Ferenc előtt és után is nagyon komoly zenei hagyományok voltak a családban, de Erkel Ferenc a csúcsa mindennek. Erkel Ferenc felnőttkort megélt 6 fiából, 5 zenésznek készült, és 4 az is lett. Még egy történetet elmesélek itt az egyik gyerekkel kapcsolatban, ami számomra nagyon meglepő volt, és szerintem érdekes. Erkel Ferenc fia, Gyula, első unokatestvérét, a már említett Erkel Nepomuki János lányát, Erkel Rózát vette el feleségül. Erkel Ferenc és Gyula öccse Sándor nem vettek részt az esküvőn, mert hogy hát vérfertőzés. Na most Czeisel Endre a következőt írja. A genetika mai álláspontja szerint az első unokatestvérek, tehát harmadfokú vérrokonok, olyan kevés családi közös gént hordoznak, hogy gyerekeikre nézve kis genetikai kockázatot jelentenek. Éppen ezért az első fokú unokatestvérek házasságát a törvény 1896-tól már megengedi. Na térjünk rá a bánkbánra, nem húzom az időt. Ókovács Szilveszter is elmondta az előadásában, hogy 1940-ben az operaház vezetése érzékelte, hogy csökken a nézettsége az előadásoknak, ezért Nádasdy, Olá Gusztáv és Rékai Nándor átírták a művet. Az eredeti egresi szöveg 80%-át kidobták, és zeneileg is rendesen belenyúltak. Például a most következő áriának van egy hosszú zenekari bevezetője, amiben cimbalom van. Erkel volt az első, aki operában cimbalmot használt, és elhagyták, és a jelenet végére tették be. Sziklavári Károly, aki Erzsébetnek is, meg nekem is zeneelmélet tanárunk volt, és Erkel kutató, ő azt mondta, hogy olyan ez, mintha Verdibe belenyúlna egy no name, és gyakorlatilag egy gicses hollywoodi filmet hoztak létre ezáltal. A történet arról szól, Gertrúd királyné öccse, ugye ostromolja Melindát, érkezik Biberach bánkhoz, és azt mondja, mint jó intrikus, hogy sikerült Ottónak. Bánk ekkor megátkozza a fiát, Melinda pedig azt kéri, hogy ne átkozza a fiát, hanem inkább ölje meg őt.
Mi most az 1940-es változatot fogjuk hallani, de felolvasom az eredeti szöveget. Őj meg engemet, bánk, ó, őj meg! Csak ne átkozz, gyermekem! Látod, ártatlan szegényke, angyal ő. Én szerencsétlen anya vagyok, bánk, ó, tipor jel legalább engem. Nézz rám, bánkom, nézz rám, férjem, nézz rám, és őj meg engemet. Egy jó színész tud énekelni, és egy jó énekes prózai szerepben is megállja magát a színpadon. Most egy vers fog következni Erzsébet előadásában. Szécsi Magda 1958-ban született cigány származású költőnő Haldokló pávatánc című versét fogja elmondani. Szécsi Magda a cigányság származásából adódó fájdalmát
írja meg a verseiben. Egyébként grafikus és illusztrátor is, amit itt látnak a képernyőn, az Amit a szívedbe rejtesz című alkotása Szécsi Magdának. Erzsébet ezzel a verssel általános iskolás korában találkozott először, és több versmondó versenyt is megnyert, úgyhogy most következik Szécsi Magda haldokló páva tánca. Szécsi Magda haldokló páva tánc. Álmaink elképzelt cigány paradicsoma csak, haldokló páva tánc. Mert szárnyai után kap rémülten a halálra szánt szíven sebzett madár is, míg végül éjkéken rothadó tetemként fagy a tenyérdörzsölő jósok, tévedés szülte politikusok és tarkafejű gettó tervezők szembogaraira, akik guta ütötten szedik a levegőt, ha kikacsintunk rájuk múltunkból, jelenünkből, kunyhunkból, palotánkból, dalainkból, könyveinkből, könnyeinkből, önmagunkból. Barna ez az ország, mint a kukából kiguberált életmentő kenyér. Erről szól a haldokló páva tánc, s arról, hogy barna a bánat is barna országban. Barna, mint az agyag, amiből embert formázol naponta. Barna, mint anyáink, s szépapáink arca. Barna, mint a balta nyelet szorító éhenkórász, magyarosíthatatlan, furcsa mosolya az időn táncolók felett. És a mindig gondosan talpalt cigányrugdosó rámás csizmák alatt. Jaj, ne sírj, ha ütnek! Vagy csak sírj, de ne kiálts rendőrt, igazságot, mert érvénytelen itt még a szó, mint a meg sem váltott, de már füstszagú vonatjegy biharból, Európába azoknak, akik ma még vagyunk. ...2021-ben az egyik televíziós vetélkedőben helyes válaszként hangzott el az, hogy Kodály Zoltán 55 magyar népdalt gyűjtött. Mert olyan ideges lettem, hogy levelet írtam a műsor készítőinek, konkrét idézettel Richter Pált idéztem, és leírtam nekik, hogy több mint 5000 népi anyagot gyűjtött Kodály, és megközelítőleg ebből közel 5000 vokális anyag, és ennek 95%-a magyar. Tehát azért nagyságrendileg az 55 és a közel 5000 között azért van különbség. És nemzeti identitás erősítése érdekében azért annyit szeretnék elmondani, ha esetleg nem tudnánk, hogy 200000 magyar népdalunk van, amiből 100000 már lejegyzett formában is megjelent, a 80 milliós Németországnak 6000 mindösszesen. Legyünk büszkék erre. Most a népi népzenénkhez fogunk visszanyúlni. Bartók és Kodály 1905. március 18-án ismerkedtek meg Emma asszony lakásán, Kodályné Emma lakásán az Andrássy út 41-ben. Kodály épp a negyedik zongora óráját adta Emmának, Bartók pedig ebédre volt hivatalos, itt találkoztak először, és alakult ki közöttük az életre szóló barátság. Nagyon hasonlóak voltak több szempontból is. Mind a kettejüknek nagyon fontos volt a rendszeres mozgás, reggelente tornáztak,
szerették a hegyeket, túráztak, ez közös pont. Aztán az is közös, hogy zárkózott, emberkerülő személyek voltak, rendkívül szófukar volt mind a két komponista. Bartók keveset evett, nem volt válogatós, szeszes italt nem ivott, ellenben egyetlen káros szokása volt, dohányzott, az első világháború alatt szokott rá, és nem tudta letenni a cigarettát. Na de beszéljünk Bartókról és a nőkről. Az első személy, akit meg kell említeni, Gellér Steffi. Gellér Steffi csoda gyerek volt, 10 évesen került a Zeneakadémiára Hubay Jenő növendékének, és 12 éves korában már a Bécsi Musikvereinben játszott, ahonnan a bécsi újévi koncerteket szokták közvetíteni. Hallgatóként találkoztak először a Zeneakadémián. Steffi 14 éves volt, Bartók 21 éves. Bartók nem merte megszólítani a lányt. Később, 1907-ben már a Zeneakadémia tanára volt Bartók, akkor a vonaton utaztak egyszer együtt az Alföldön, és akkor egy beszélgetés, egy hosszú, mély beszélgetés során alakult ki szerelem, de inkább csak Bartókban. Eléggé egyoldalú volt ez. Sokaknak lehet ismerős ez az érzés. Na mindegy, ebben most nem menjünk jobban bele. Steffi elfogadta a közeledést, 8 hónapig tartott a kapcsolat, de inkább csak levelezés formájában, ugyanis Steffi járta a Európát, koncertezett, Bartók meg Erdélyben gyűjtötte a népdalokat, úgyhogy leveleztek. Bartók időnként kifejezetten bárdolatlan stílusban írt a lánynak, például, ha valamikor ír, ne olyan időpontot válasszon, mikor tollába szorul levelének kétharmada, mert hogy ugye keveset írt neki. Egyébként Steffi és Bartók világnézetileg teljesen ellentéte voltak egymásnak. Steffi mélyen vallásos, katolikus lány volt, Bartók meg ugye ateista, aki a Szent Háromságot ügyetlen mesének tartotta, és egy levelében azt írta Steffinek, az istenekben való hit emberi gyöngeségből eredhetett elsősorban. Steffi 1908 évelején szakított Bartókkal, pont akkor, amikor Bartók befejezte a Steffinek komponált hegedű versenyét. Kellemetlen. Bartók a következőt írta a lánynak. A hegedű koncert partitúrája február 5-én készült el. Éppen aznap, mikor maga halálos ítéletemet megírta. Elzártam fiókomba, nem tudom megsemmisítsem-e, vagy ott hagyjam elzárva, hogy csak halálom után találják meg és szórják széllyel az egész beírt papírcsomót, az én szerelmi vallomásomat, a maga koncertjét, az én legjobb művemet a szemétbe. Később 1929-ben, aztán Svájcban együtt léptek színpadra, kapcsolatok rendezését Pásztori Ditta segítette. Steffi második férje pedig, mint koncertszervező tevékenykedett, így aztán segítette Bartók koncertturnéját, sőt, segítettek abban is Steffiék, hogy 40-ben Amerikába tudjanak menni Bartókék, sőt, 41-ben Bartók Péter kijutását is támogatták, Zürichben szállást és az utazáshoz vízumot intéztek neki. A második nő, akit meg kell említeni, Ziegler Márta, ugye 1908 évelején szakított vele Steffi, 1909-ben tanítványa és felesége lett Ziegler Márta, és nagyon érdekes, Zeisel Endre két anekdotát ír le arról, hogy hogyan közölte Bartók az anyukájával azt, hogy megházasodott. Az egyik az, hogy azt mondta az anyukájának, hogy egy terítékkel többet tegyen az asztalhoz. Másik is hasonló ehhez, zongora órán volt Márta Bartóknál, és az anyja mondta, hogy nem kéne már hazamenni Mártának, mire Bartók mondta, hogy nem, itt alszik, mert elvettem. 13 évig éltek házasságban, mindenbe segítette férjét, annak ellenére, hogy gyenge volt a szeme, másolta a kottáit, cipelte a gyűjtéshez szükséges fellecullát,
és mindenhova ment vele, tehát a legnehezebb gyűjtőutakra is elkísérte. De aztán beütött a krach, tanítványa lett Bartóknak, pásztori Ditta, vonzalom alakult ki közöttük, Márta pedig elegánsan félreállt. De nem csak, hogy félreállt, hanem Bartók Péter meséli el egy dokumentumfilmben, hogy sokáig még velük élt Márta, Dittával és Bartókkal, hogy megtanítsa a házvezetésre Dittát. Somfai László pedig még azzal is kiegészíti, hogy nem volt rivalizálás közöttük, olyannyira nem, hogy adott esetben egy asztalnál másolták Bartóknak a műveit, a két nő. Most a 8 magyar népdalból fogunk 2 tételt hallani. Az első 5 tételt 1907-ben komponálta, tehát abban az évben, amit még a Steffi periódusban. Az utolsó 3 tételt viszont 1917-ben Márta férjeként. Most az utolsó 2 tételt fogjuk hallani. Eddig való dolgom a tavaszi szántás, majd a 8. tétel, Olvad a hó, csárdás kisangyalom. Egyben megköszönöm önöknek a ma délutánt, hogy velünk töltötték. Egy csángó esti imával fogjuk zárni a koncertet, fogadják szeretettel, és utána pedig tartalmas szép estét kívánok önöknek. A fényes nap imád.
vezessünk szavút, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hát lehessen bátrabban szólalunk, mi időn meg Joshua.